Yo, yo. Hello, how is everybody tonight? Sziasztok, hogy vagytok? Köszönöm. We are the Parachute Band. We're a worship band from New Zealand. Mi vagyunk a Parachute Band, egy dicsőítő csapat vagyunk Új-Zélandról. Which is a small country just below Australia. Ami Ausztrália alatt van, és egy kis ország. And this is our second time to Hungary. Ez a második alkalom, hogy Magyarországon járunk. And we're very excited to be back here. We love your country. Nagyon izgatottak vagyunk, hogy itt lehetünk, szeretjük az országotokat. So thank you for having us back. Úgyhogy köszönjük, hogy itt lehetünk köztetek. We're going to be playing at the Take 5 Jazz Club on Friday night. A Take 5 klubban fogunk játszani péntek este. And it's going to be a loud concert, but it's all going to be about praising Jesus. És az egy jó hangos rock koncert lesz, de Jézus imádatáról fog szólni. So tonight we're going to do a slightly less loud, quieter version of that. Úgyhogy ma este egy sokkal csendesebb verziót fogunk nektek előadni. As a taster of what's to come for Friday. Úgyhogy csak hogy egy kis ízelítőt adjunk, hogy mi mit fogunk játszani pénteken. So I'm just going to introduce everybody quickly. Szeretném bemutatni gyorsan a zenekart. My name is Sam and I play the drums. Én vagyok Sam, én dobolok. This is Jeff on guitar. Jeff a szólógitáros. Omega singer. Omega az énekes. Callum is the keyboardist. Callum a billentyűs. And Reese is bass player over there. Reese a basszusgitáros ott van hátul. So tonight we're going to lead you into worship. Úgyhogy ma este a dicsőítésbe szeretnénk bevezetni titeket. So try to forget about the strange clothes we're wearing and our long hair. Úgyhogy próbáljátok elfelejteni a bizarr divatot, amiben öltözködtünk, meg a hajunkat. And just enjoy being in God's presence. És egyszerűen próbáljátok élvezni Isten jelenlétét. There's some flyers, little posters outside talking about Friday night. Van néhány ilyen kis papírunk a péntek estével kapcsolatban kinn az előtérben. So make sure you have a look and then come join us on Friday. Úgyhogy nézzétek meg, és ha van kedvetek, akkor nagyon szeretnénk, ha eljönnétek és csatlakoznátok hozzánk péntek este. Okay, thank you very much. Nagyon szépen köszönjük. Akkor dicsőítsünk együtt. Come on, let's stand. Who's ready to worship Jesus tonight? Who's ready to worship Jesus tonight? Ki kész arra, hogy dicsőítse Jézust ma este? We're gonna sing this song. It's called Come to the River. What? Come to the River. Úgyhogy egy dalt fogunk énekelni, ennek az a címe, hogy Come to the River, gyere a folyóhoz. All right. Hey!
glad to be in the house of God tonight. Remélem, hogy örültök, hogy itt lehettek Isten házában ma este. Are you glad to be in the house of God? Örültök ennek, hogy itt vagytok Isten házában? Are you glad to be in the house of God tonight? Well, we're gonna sing, blessed be your name. Azt fogjuk énekelni, hogy legyen áldott a te neved. Blessed be your name, the land that is plentiful, the streams of abundance flow. Blessed be your name. Blessed be your name, found in the desert place, the walk through the wilderness. Blessed be your name. Closes in low, still I will say, blessed be the name of the Lord, blessed be your name, blessed be the name of the Lord, blessed be your glorious name, blessed be your name, when the sun's shining down on me, when the world's all as it should be. Blessed be your name, I'm a Lord mark with suffering, when there's pain in the offering, blessed be your name, every blessing you pour out, I turn back to praise, when the darkness closes in low, still I'm gonna sing. Isten mindig jelen van. Through the good times, a könnyű helyzetekben, through the bad times, és a nehéz helyzetekben is. And I know my life, és tudom, hogy az én saját életemben. There was a time where I was just so much in pain. Volt az életemben egy olyan időszak, amikor nagyon sok fájdalmon mentem keresztül. And I thought no one could help me. És úgy éreztem, hogy rajtam senki nem tud segíteni. So when I was growing up, mert amikor nőttem fel, I felt really depressed. Nagyon komoly depresszión mentem keresztül. I felt really insecure. Nagyon bizonytalan voltam önmagamban. About my life. A saját életemmel kapcsolatban. Because of the way I looked. Azért, ahogy kinéztem. There were some days I didn't want to go to school. Voltak olyan napok, amikor nem is akartam elmenni az iskolába.
Because I was so ashamed. Mert annyira szégyeltem magamat. But it came to a point. De aztán eljött egy pont az életemben, where I needed help. Amikor éreztem, hogy segítségre van szükségem. And I called upon God. És Isten nevét hívtam. And he helped me. És ő megsegített engem. And he said, son. És azt mondta nekem, Omega, my son, fiam, I love you. Én szeretlek téged. And my plans for you. És vannak terveim számodra. Far beyond what you think. Mégpedig olyanok, amik messze túlhaladnak azon, mint amit te el tudsz képzelni. So this next song. Úgyhogy ez a következő dal. Is a song that I wrote. Ez egy olyan dal, amit én írtam. To say thank you. Hogy kifejezzem a hálámat. To God for his mercy. Azért, amilyen kegyelmet mutatott felém Isten. Even though we go through bad times. Mert akármilyen kemény dolgokon megyünk keresztül, he's still there. Ő végig mellettünk marad. Do you believe that? Elhiszitek ezt? Do you believe that? Elhiszitek? Well, the song is called Mercy. The chorus of the song. Ennek a dalnak az a cím, hogy Mercy, az az irgalom, és az a refrénje a dalnak. Says your mercy saved me. Hogy a te irgalmad mentett meg engem. Your mercy made me whole. A te irgalmad tett engem teljessé. Your mercy found me. A te irgalmad talált meg. And called me as your own. És hívott el a sajátjának. Come on, let's stand. Úgyhogy álljunk fel újra. We'll continue to worship Jesus. Dicsőítjük tovább Jézus Krisztus nevét. Mercy, save me. Mercy, save me.
mercy save me. Your mercy save me. Mercy make me whole. Your mercy found me. Called me as your own. Oh yes, Lord. Your mercy saved me, mercy made me whole. Your mercy found me, called me as your own. Jesus, we thank you. Jézus, hálát adunk neked. That you make us whole. Hogy te teszel minket teljessé. Tonight. És ma este, as one people, itt állunk egy népként. We will glorify your name. És meg fogjuk dicsőíteni a te nevedet. Fel fogunk emelni téged. And our lives, az életünkkel. No matter what we go through, mert nem számít, hogy mind megyünk keresztül. Your name is glorified. Azt akarjuk, hogy a te neved megdicsőjön az életünkben. The song is called Glorified. Ennek a dalnak az a címe, hogy Glorify. Dicsőjünk meg. Lord, I come into your holy place, stand in awe of your cleansing grace. And who am I that you would care for me? I glorify the one who died for me. Glorify, glorify. Let your name be lifted up and glorify. Let the earth tremble at your name. Let your name be lifted up and glorified. Glorified. Oh, we lift you up, Lord. Into your hands I commit my life. Day by day as a living sacrifice. And who am I that you would care for me? I glorify the one who died for me. Come on, let's sing Glorify. Sing it again, glorify, glorify, glorify. Let your name be lifted up, glorify. Let the earth tremble at your name. Let your name be lifted up. Kész abban, hogy Isten csodálatos. Who believes he is so good. Ki hiszi el az ő jóságát. In our lives.
és az ő jóságát felénk. We're gonna sing Amazing Grace. Az Amazing Grace, azaz a Drága Kegyelem című dalt fogjuk elénekelni. Singing with you tonight. Tudjátok, hogy az angyalok veletek együtt énekelnek ma este. It's a beautiful sound too. Mert Istennek ez egy gyönyörű zaj, amit mi csapunk itt len. You know this next song. Ezt a következő dalt biztos ismeritek. Talks about being flooded by God's love. Illetve ez a dal arról szól, hogy elönt minket Isten szeretete. And His grace. És a kegyelme. That we can live life to its fullest. És ezt azért tesz Isten velünk, hogy egy teljes életet élhessünk. And the chorus of the song. És a dalnak a refrénje úgy szól. Says living rain. Hogy élő eső. Fall again. Húj ránk.
over my life, az életünkre, and over my land, és az egész földünkre újra. Do you believe that over your land today? Hisztek-e abban, that God can flood our lives, hogy Isten meg tud gyújtani, el tudja önteni az életünket, and can change us from the inside out, és hogy belülről meg tud változtatni dolgokat az életünkben. So I need your help to sing this new song. Szeretném, hogyha segítenétek nekem, hogy együtt énekeljük ezt a dalt. Ez egy új dal. Are you ready to sing a new song? Megpróbáltok egy új éneket énekelni velem? I said, are you ready to sing a new song? Készek vagytok egy új éneket énekelni? All right, it goes like this. Így szól. My heart.
we pray. Isten, azért imádkozunk. That you flood our lives. Hogy tényleg töltsd be a mi életünket. That you change us from the inside out. Hogy változtass meg minket valóban kívül, belülről kifelé. No matter where we are. Nem számít, hogy hol tartunk. We worship you tonight. Szeretnénk szívből imádni téged. And we give you glory. És szeretnénk neked adni a dicsőséget. And we thank you for being there for us. És köszönjük, hogy te mindig ott vagy nekünk. In the name of Jesus we pray. Jézus nevében. Amen. Amen. Thank you so much. Nagyon köszönjük, hogy itt láttunk. Tényleg nagyon köszönjük a Parachute Bandnek, hogy játszottak pár dalt nekünk. Ne felejtsétek el, pénteken lesz a rendes koncert, full zenekarral. Nagyon jó lesz, Take 5 Jazz Clubban, úgyhogy lehet kint jegyet kapni, úgyhogy ha valaki szeretné meghallgatni őket, akkor bátorítjuk, hogy menjen el. Én biztos ott leszek. Azt is szeretném elmondani, hogy most van az első hete a Vajtának. Nem tudom, járt már valaki lenn a hét folyamán? Nem még senki? Jó, akkor holnap menjetek le, ha akartok, mert holnap lesz bemerítés délután 2:30-tól. Ez nagyon jó szokott lenni, a medence partján dicsőítünk, bemerítjük azokat, akik szeretnék ezt. Úgyhogy, ha valakinek van kedve ebben részt venni, vagy ismerőse bemerítkezik, akkor mindenkit bátorítunk, hogy menjen le. Csak annyit kérünk, hogy vigyetek magatokkal uzsonnát, mert általában kaja már nem szokott maradni. Úgyhogy mindenkit szeretettel várunk holnap délután Vajtán. Tessék, ha 2:30-ra mennek oda, abból baj nem lehet. Itt a jegyzeten az van, de azt mondja nekem a Csabi, hogy 3-kor van. Ha 2:30-ra oda mentek, akkor abból nem lehet gond. Ha 3-ra mentek oda, akkor még lehet, hogy gond lesz, de én még nem láttam bemerítést, ami időben kezdődött, úgyhogy végül is valószínűleg a 3 sem nagy kockázat. Annyit szerettem volna még mondani, hogy a zenekar itt lesz az alkalom végén, kinn az előtérben, úgyhogy lehet majd velük találkozni. Azt hiszem, hogy van CD, meg ilyesmi, úgyhogy szeretnétek venni, akkor lehet venni, és azt hiszem, hogy alá is írják, ha nagyon szépen megkérjük őket. Úgyhogy igazából ennyi lett volna, és most pedig ilyenkor szokott mindig az lenni, nem tudom, hogy megfigyeltétek-e a Danikát, de a Golgotában csak speciális tanítók vannak, tehát ha nem fél van, akkor we have a very special teacher today, úgyhogy ma nagyon speciális tanítónk van ezek szerint. Csabi, aki azt hiszem, hogy most először tanítasz a Golgotában, ugye? Így van, minden esetre én nagyon bízom benne, hogy szuper lesz. Úgyhogy tapsoljuk meg Csabit, mert szerintem elég lámpalázas. És hát vezess minket Isten igéjében. Ja, várja, elfelejtettem. Oké, ebben a dologban még nagyon nem vagyok profi, elfelejtettem egy dolgot. If you need translation, Esther in the back is doing translation. Can you wave your hand? Right there. So she has headsets, so you can pick them up and you can listen to the service in English. Thank you. Sziasztok! Gecser Csaba vagyok. Én most szombaton tértem meg, és az volt az egyik feltétel a megtérésemnek, hogy szerdán itt taníthassak. Úgyhogy belement a vezetőség, működhet a dolog. Komolyra fordítva a szót, Gecser Csaba vagyok valóban. A kisifiben a Bence kollégámmal, illetve a Szarvas, a Kondor Dáviddal vagyunk vezetők. És vasárnap dél körül, ebéd körül telefonált hamar Dani, hogy van egy jó és egy rossz híre. A jó hír, hogy Isten keze rajta van az életünkön. Nagyon szeret engem. És a rossz hír, hogy szerdán akkor te tanítasz. Elkezdtem nevetni, hogy aztán már nem volt őszinte a mosolyom, és mondta, hogy de, ez így van. Mostanában a Fülöpről tanulhattunk vasárnaponként, a Filis róla beszélt arról, hogy mennyire fontos volt az ő engedelmessége, arról, hogy Isten csak egy lépést mutat mindig előre, és elvárja, hogy mi engedelmesen kövessük őt. Úgy volt, hogy itt se tudok lenni ma este. Szombaton odajött az egyik kollégám is, megkérte, hogy cseréljük el a műszakunkat. Most elcserélte, én itt vagyok, telefonáltak, Fila az engedelmességről tanít, én feljet hajtok, úgyhogy most jó, hát ezzel szeretném kezdeni. Amen. Jó, imádkozzunk.
Mennyi atyám, köszönöm, hogy itt lehetünk a jelenlétedben. Uram, szeretnénk egész közel jönni hozzád. Kérlek, hogy légy itt és szólj hozzánk, szólj a szívünkhöz, Uram. Jézus nevében. Amen. Becsukott szemmel nem találom meg a mikrofont mindig. Nem szeretnék nagyon messzire menni, az abcselt veszük vasárnaponként, én is ebből választottam egy rövid részt. Pál és Szilász Filippiben nagy vonalakban. Csak menjünk végig egy picit néhány versen, és elmondom, hogy mi az, amit szeretnék megosztani. Az abcsel 16-ban nyissátok ki a bibliátokat, hogyha itt van. És igazándiból a 25. verstől, illetve a 23. verstől fogjuk venni, és a 26-os versig is, csak egy pici előzmény, hogy mi is történik itt tulajdonképpen. Pál és Szilás szeretnék elvinni az evangéliumot Ázsiában, azonban megjelenik Pálnak álmában egy makedon férfi, és azt mondja, hogy nem Ázsia, hanem gyere, légy szíves Makedóniába. Úgyhogy elég komoly elhívásuk van, ők követik ezt, és elmennek Filippibe, ami az első makedon város. Pál és Szilász hirdeti az evangéliumot Filippiben, és kimennek, imádkoznak, együtt vannak a helybeliekkel, megosztják velük Jézust, és arrafelé járkál egy ilyen szolgáló lány, akiben jövendő mondó lélek van, és ezzel egy csomó pénzt hoz a gazdáinak. És ő folyamatosan azt kiabálja, amit egyébként olvashatunk a 16. fejezet 17-es versében, hogy ezek az emberek a magasságos Isten szolgáik, a üdvösség útját hirdetik nektek. És ezt folyamatosan csinálta. És ez napok után aztán azt mondta Pál, hogy ez elég, ez így nem mehet tovább, mert most már zavar, képzeljétek el, valaki mindig itt kiabálna. Lehet, hogy reklám lenne, és biztos, hogy jó lenne, de azt mondta Pál, hogy ez elég. És a 18. versben, az abcsában olvashatjuk, hogy mi volt Pál válasza. Több napon át is művelte, Pált azonban bosszantotta ezt, ezért megfordult, és azt mondta a léleknek, parancsolom neked Jézus Krisztus nevében, hogy menj ki belőle. És még abban az órában kiment belőle. Itt kezdődnek a bonyodalmak. Kimegy ez a gonosz lélek ebből a lányból, meggyógyít egy embert, Pál, hirdeti Krisztust, azonban vannak emberek, akiknek ez nem tetszik. És Filippiben így volt, például annál a párnál is, vagy annál a gazdánál, aki gazdája volt ennek a szolgáló lánynak. Hát neki nagyon nem tetszett, hogy mindazt, ami az anyagi megélhetését biztosított eddig, azt egy félre rakták. És felbújtja a tömeget is, és börtönbe vetik a Pált és a Szilászt. Olvassuk most az abcsel 16-ból azt a részt, amit át fogunk ma nézni. Ez a 16-os fejezetnek a 23-as versétől a 26-osig. Így kezdődik, hogy sok ütést mértek rájuk, majd börtönbe vetették őket, és megparancsolták a börtönőrnek, hogy gondosan őrizze őket. Az pedig, mivel ilyen parancsot kapott, a belső börtönbe vetette őket, és lábukat kalodába zárta. Éjféltájban Pál és Szilász imádkozott, és énekkel magasztalta az Istent. A foglyok pedig hallgatták őket. Ekkor hirtelen nagy földrengés támadt, úgyhogy megrendültek a börtön alapjai, hirtelen kinyílt minden ajtó, és mindegyikekről lehultak a bilincsek. Csak egy technikai kérdés, lehet hallani, amit mondok? Én nem, ha nagyon használtam még ezt, és nem túl hangos? Jó, köszönöm szépen. Szóval itt van nekünk ez a két férfi, Pál és Szilász. Egy határozott elhívásuk van, a Szentlélek hívta őket Filippibe. Ő vezeti őket, és Krisztust hirdetik, és nem csinálnak más, csak igazándiból jót tesznek. Ezt a gonosz lélektől megszállt lányt is megszabadítják, meggyógyítják. És mi a válasz a világnak erre? Hát az, hogy börtönbe zárják őket. Ha megnézitek, nem is sima börtönbe, hanem a belső börtönbe, hogy menjenek még bejebb. Nem elég, hogy bejebb rakják őket, hanem még kalodát is használnak. Szóval le vannak kötözve, fixen van a kezük meg a lábuk. Csak egy hülyeség, Forrest Gumpot láttátok biztos, hogy amikor a Forrest ilyen lábtartót visel, és ilyen érdekesen mozog, és az Elvis ellesi tőle ezt a mozdulatot, ami után híres lesz. Most egy ilyen kalodás dologból milyen tánckombinációt lehetne összefoglalni. Csak így eszembe jutott. Ez érdekes. Ők nem nevettek ennyire azon, hanem mit csináltak. És ez az, ami érdekes, és ez az, ami
ez az, ami különleges. Azt írja az ige, hogy éjféltájban Pál és Szilász imádkozott, és énekkel magasztalta az Istent. A foglyok pedig hallgatták őket. Én azon csodálkozom, hogy itt vannak ezek az emberek, és nem csinálnak semmi rosszat, sőt, jót tesznek. És mi a reakció, a válasz erre? Az, hogy a világ, a gondolkodása és a saját pénzcsóvársága alapján, féltékenysége alapján azt mondja, hogy menjetek börtönbe. És ezek az emberek börtönben vannak, és azt olvassuk, hogy nem csinálnak más, nem reagálnak más, hogy csak imádkoznak és énekkel magasztalják Istent. És azon gondolkodtam, hogy válaszok meg, reakciók, hogy ez igazándiból válasza volt a Pálnak és a Szilásznak. És hogyha az ő szempontjukat nézem, akkor azt mondom, hogy nem. Ők Istenben vannak. Ők lélektől vezetve tértek ide. Őket nem fogja semmi kizökkenteni abból az állapotból, amiben éppen tartózkodnak. Lehet az egy börtönajtó, lehet ütések, lehet rács, lehet az egy Filippi-beli börtönőr. Pál és Szilász megmarad Istenben, megmarad lélekben, megmarad abban a küldetésben, amit a lélektől kaptak. És mit csinálnak a börtönben? Imádkoznak és dicsőítik az Istent, magasztalják az Istent. Ugyanakkor viszont válasz is, amit csinál Pál és Szilász. A környezetük számára, akik hallgatják őket, a környezetük a börtöntöltelékek, a börtönlakók, hát válasz, méghozzá olyan válasz, amire nem számítottak, amivel korábban nem találkoztak. Hogyha voltatok börtönben, tudjátok, hogy az a képlet, ha behoznak valakit, akkor rugdos, kiabál, szitkozódik, veri a rácsot, és mindenféle átkokat mond. És ők csodálkoznak, mert nem ez történik. És azt írja az ige, hogy hallgatják őket. Nem csak hallják, hanem hallgatják is. Úgy, ahogy vannak a cellában, nyírkos, sötét, képzeljétek el a börtönt, hallgatják őket. Egy olyan válasszal, egy olyan reakcióval találkoznak, ami szokatlan. És hogy mi ennek az oka? Az, hogy Pál és Szilász lélekben járt, hogy semmi és senki nem választhatta el őket az Isten szeretetétől, és ezt ők tudták. Ők abban a cellával is Istennel voltak közösségben. Ott volt velük abban a nyírkos szárkában is Isten. Szóval szokatlan volt, és hogy mivel tudnám ezt így alátámasztani, a római levélben nyissuk ki a Bibliánkat, hogy mi lehet az, amit Pál később le is ír. A római levélnek a 8. fejezeténél a 38-39-es versek. Ami így hangzik, mert meg vagyok győződve, hogy sem halál, sem élet, sem angyalok, sem fejedelmek, sem jelenvalók, sem eljövendők, sem hatalmak, sem magasság, sem mélység, sem semmiféle más teremtmény nem választhat el minket az Isten szeretetétől, amely megjelent Jézus Krisztusban, a mi Úrunkban. Pál és Szilász ismerte Istent, kapcsolatban volt Jézusban, a lélek által vezetve jutott el ide, és nem volt elég pár ütés, pár cella csattanás, meg a bilincs a kéze, meg a kaloda, hogy eltártorítsa őket ebből. Szóval megmaradtak ugyanabban az állapotban, ugyanakkor volt egy válaszuk is a környezetük számára, ami furcsa volt, ami megérinthetett embereket. Mi is elindultunk már Jézussal, és mi is vele járunk. És fontos nekünk is, hogy ugyanezen az úton maradjunk, megmaradjunk Istenben. És az élet elénk is hozhat kegyetlen dolgokat, szomorúságot, bánatot, frusztrációt, börtönajtókat. Ami fontos, hogy ne igazodjunk ehhez a világhoz. Megmaradjunk abban, aki mindig velünk van, akitől nem választhat el semmi. És most lapozzatok velem ugyancsak a római levélben, a 12. fejezetben az első-második részhez, ami egy nagyon fontos, hanem a legfontosabb üzenete a római levélnek. És ez így hangzik, tehát Róma 12:1-2.
Az Isten irgalmára kérlek tehát titeket, testvéreim, hogy okos Isten tiszteletként szánjátok oda a testeteket élő és szent áldozatul, amely tetszik Istennek, és ne igazodjatok e világhoz, hanem változzatok meg értelmetek megújulásával, hogy megítélhessétek, mi az Isten akarata, mi az, ami jó, mi az, ami neki tetsző és tökéletes. Pál és Szilasz példáját látjuk, de most gondolkozunk el mi magunk is, hogy ki az, akinek mi odaszánjuk a testünket. Nap mint nap, egy adott szituációban, ha egy rossz hírt hallunk, hogyha nem úgy mennek a dolgaink, ahogy elterveztük. A saját akaratunknak, ami odaadjuk a testünket, hogy ennek a szolgálja legyen, ez vezéreljen, vagy a vágyaink kielégítésének, vagy a haragnak szánjuk oda a testünket, és kiabálunk és rugdosunk. Hisszük, mert ezt tudjuk, hogy semmi nem választhat el az Isten szeretetétől, és szeretnénk úgy élni, hogy az életünkkel dicsőítsük Istent, mint ahogy látjuk Pál és Szilasz példájából. Úgyhogy fontos, hogy adott szituációban ne reagáljunk úgy, ahogy a világ elvárja. Okos Isten tiszteletként, ahogy írja Pál, szánjátok oda a testeteket élő és szent áldozatul. Pál és Szilász odaszánta mindenét a börtönben. Túl sok mozgási lehetőségük nem volt, viszont volt egy szájuk, amit odaszántak, volt egy szívük, amit odaszántak. Imádkoztak, dicsőítettek az Istent. Sokszor nem sikerül, valljuk be nekünk ugyanezt végigcsinálni. Viszont azt írja Pál a római levélben, hogy ne igazodjunk a világhoz, akkor sem, ha nem sikerül, hanem változzatok meg értelmetek megújulásával, hogy megítélhessétek, mi Isten akarata, mi az, ami jó, mi az, ami neki tetsző és tökéletes. Ahogy hallottuk a dalban is, és visszatérve ehhez az igéhez, itt a megváltozni, a változzatok meg szó a görögben a metamorfózis, ami belülről kifelé történő tevékenység. Igen, kérjük Istent, hogy változtassunk meg, igen, akarjunk megváltoztatni. Kérjük azt, ahogy Phil mondta, ezt a víztartást töltse fel újra az ő élő vizével, töltsön be bennünket lélekkel, változtasson meg, mosson át belülről kifelé. Úgy, ahogy Szilász és Pál Isten akaratában volt, mi is Isten akaratában tudunk lenni, és ez az, amikor meg tudjuk ítélni, hogy mi az, ami helyes, mi az, ami jó, mi az, ami Istennek tetsző. Úgyhogy ez alapján lesz majd a reakciónk olyan, amire esetlegesen a környezetünk felfigyel. Pál és Szilász Isten akaratában volt. Ők szerették volna odaszánni magukat, és ezt meg is tették. Ők dicsőítik és imádják Istent, a hallgatóság pedig figyel. És akkor valami olyan történik, ami szintén szokatlan, mondjuk úgy, hogy csak Istenre jellemző. Menjünk vissza az abcselbe a 16. fejezetbe, a 26-os vershez. Tehát abcsel 16-26. Ekkor hirtelen nagy földrengés támadt, úgyhogy megrendültek a börtön alapjai, hirtelen kinyílt minden ajtó, és mindegyikekről lehultak a bilincsek. Nem tudom, hogy mi lett volna akkor, hogyha Pál és Szilász mondjuk nem így viselkedik. Tényleg nem tudom, nem írja el a Biblia, nem is érdemes gondolkodni róla. Annyi még furcsa, és ez eszembe jutott, hogy ahogy bántak velük, az igazándiból az utolsó csavarguk és koldusokat megillető bálásmód volt. És azt ne felejtjük el, hogy Pál római állampolgár is volt. Végig ott volt a zsebébe az útlevél. Bármikor előhúzhatta volna, hogy hoppá, én római vagyok. Nem, ő nem ezt tette. Megmaradt Isten akaratában. És azt látjuk, hogy Isten válaszol az egész történésre, mégpedig természetfeletti módon itt egy csoda történik. Megrendülnek a börtön alapja is, megnyílik minden bilincs és minden ajtó, és Isten megszabadítja őket, Pált és Szilászt, és valamennyi rabot. Ami még szintén furcsa az, hogy fizikai értelemben ez a börtön ez összedől, az ajtók megnyílnak, a bilincsek lehullanak, és hiszem, hogy ugyanezt történik a lelkekben is, a börtönben lévő embereknek a lelkével. Egy csoda történik, ami még önmagában nem biztos, hogy
megtérésre vezetne. Viszont ez a csoda Pálnak és Szilásznak megteremti a lehetőséget, utat nyit, hogy hirdessék az evangéliumot. Nekik egyébként is egy ajtó, meg egy kaloda van előttük, úgyhogy muszáj, hogy ezt valami megtörje. És Isten gondoskodik, Isten letöri ezeket a bilincseket, hogy szabaddá tegye őket, és szabaddá tegye azokat is, akik hallani fogják ezt az örömhírt. Isten gondoskodik rólunk. Isten gondoskodott Pálról és Szilászról. És Isten olyas valamit tett, ami egyszerűen kinyitotta az emberek belső börtönét, és kinyitotta konkrétan a börtönajtókat is. Utat engedett annak, hogy az ő igéje hirdetődjék. Hirdessék az ő igéjét. És ami furcsa, hogy ne túlzottan ne koncentráljunk erre a csodára. Hogyha továbbolvassuk a fejezetet, akkor azt látjuk, hogy a börtönőr, aki felelős volt a börtönér és az elítéltekért, ő egy dolgot tudott volna erre reagálni, egy dolgot tudott volna tenni arra, hogy megnyílnak a börtönajtók, az pedig az, hogy beledől a saját kardjába. Még a csoda alapvetően nem vezette őt megtérésre, vagy közelebb Istenhez, viszont utat nyitott Pálnak és Szilásznak, és el is érik ezt az embert, és elmondják, hogy a Krisztus hirdetés, hogy mit kell tegyen, hogy üdvözüljön. Isten csodákat tesz a mi életünkben is. Nekünk nincs más dolgunk, csak elfogadni az ő útjait, csak megbizonyosodni arra, hogy mi vele járunk, semmi nem választ el tőle, ezt tapasztaljuk az igében. És hogy mennyire igaz, amit a Róma 11.36 mond, hogy bizony tőle, általa és érte van minden. Pált és Szilászt ő küldte ki. Ő általa hirdették az igét, és ő általa történik a csoda, és érte van az, hogy emberek üdvözülhetnek. Ő senkit nem akar elveszni, hagyni. Én 30 éves koromig próbáltam felvértezni magamat dolgokkal, amiket a világ tanít. Próbáltam igazodni a világhoz. A világ egész jó abban, hogy problémákat kezeljen, hogy kríziseket kezeljen, hogy menedzselje a válságot, és erre meg lehet tanulni sémákat. És az ember, jelesül magam, ezeket én beépítettem az életembe. És azt hittem, hogy válaszok vannak a kezemben, válaszok vannak az agyamban, kész vagyok reagálni úgy, ahogy a világ elvárja, és ezzel felvérteztem magamat, ezzel az egyéniségem megvan, ezzel be vagyok biztosítva. A világ bölcsessége elég ehhez. És csak azt vettem észre, hogy én nyújtom oda a kezemet a világnak, hogy akassza rám a bilincseket. Én engedem meg, hogy bezárjon börtönök mögé. Nem igazi válaszokkal, hanem a saját bölcsességével. És ez akkor változott meg, amikor Isten az én életembe is beleszólt. Úgy, ahogy elvitte Pált és Szilászt Filippibe, úgy, ahogy titeket a határútra kiküldött, úgy engem is megérintett. Isten bölcsessége. Nem az, amit a világ felkínált. Isten szólt hozzám. És azok a bilincsek, azok a láncok, amik agyonnyomtak és elhatalmasodtak rajtam, azok egyedül az Isten bölcsessége által tudtak letörni. Ő tudott nekem ajtót nyitni, ő tudott engem kihozni a levegőre, megmutatni, hogy mi az igazi bölcsesség és mi az igazi élet. És csak egyetlen egy igével szeretném bezárni a mai estét, vagy ezt a részt a tanításból, ez pedig az 1 Korintus 2, bent található, az 1 Korintus 2-ből a 12-es vers. 1 Korintus 2, 12. Mi pedig nem a világ lelkét kaptuk, hanem az Istenből való lelket, hogy megismerjük mindazt, amit az Isten ajándékozott nekünk. A világ blöfföl és elhiteti, hogy jót ad. És ezek csak láncok, ezek csak börtönajtók. Mi viszont az Istenből való lelket kaptuk, és akarjuk megismerni mindazt, amit az Isten ajándékozott nekünk, mert az fel sem fogható, az egyszerűen olyan, hogy mehetünk utána, és ez mind ajándék, és ez nem fogy el. Szóval nem a világ lelkét kaptuk, hanem az Istenből való lelket. Imádkozzunk.
Mennyi atyám, nagyon köszönöm neked a mai napot. Köszönjük, Uram, hogy semmi nem választhat el tőled, Uram. Köszönjük, Uram, hogy gondoskodsz rólunk, nem hagysz egyedül, Uram. Köszönjük, Uram, hogy az Istenből való lelket adtad nekünk. Uram, és az abcsel nem ért véget, az abcsel most is folytatódik, és Uram, a lélek ugyanaz, mint 2000 éve, és Krisztus ugyanaz, mint 2000 éve, és ez a lélek van bennünk, Uram. Mi pedig szeretnék odaszállni a testünket, Uram, minden nap, minden szituációban élő és szent áldozatul neked, Uram, hogy használj bennünket. Úgy, ahogy tetted azt a határúti metrónál is, Uram. És kérünk, hogy érj el, Uram, még több embert. Uram, szeretnénk megváltozni a te lelked által. Szeretnénk megújulni, Uram, minden nap, és nem igazodni a világhoz. Uram, hisszük azt, hogy tőled van ez, és te adsz hozzá erőt, és érted fog ez az egész végbe menni. Köszönjük a munkát, Uram, amit bennünk végzel, és köszönjük, hogy ezt nem fejezed be, hanem igenis betöltöd, Uram. Áldunk téged, Krisztus. Amen. Szépen köszönjük, Csabi. És az estének még nincs vége, van még lehetőségünk, hogy dicsőítsük Isten, méghozzá ez alkalommal magyarul, úgyhogy szeretnélek bátorítani titeket, hogy jöjjünk most Isten elé, adjuk neki a szívünk imádatát, fordítsunk a szívünket felé. Megváltom szól neked. Show.
És a szívem vágya,
Itt van a perc, hogy lássalak téged, ha szellemed átjár, száll a dicséret, benned életed. Válaszolok, mert hallom igédet, látom a szíved, s mint ami vagy, imádatodra hív. Ott nem szólhattam, yeah.
Az Úr tökélete.
Isten, köszönöm, hogy a jelenlétedben lehetünk ma. És köszönöm, hogy te meg akarod tölteni az életünket mindenféle jóval, hogy jöhetünk hozzád úgy, ahogy vagyunk, Uram. És te mindig szeretettel fogadsz minket, Uram. Hogy te megbocsátod a bűneinket, hogy te megtisztítod az életünket, Uram. Hogy te céllal, Uram, tudsz feltölteni minket, Uram. Hogy te meg tudsz tölteni a te szent szellemeddel, Uram. Hogy a te fényedet tudjuk képviselni, Istenem. És szeretnélek kérni azért, hogy valóban tölts fel minket magaddal, Uram. Hogy olyan emberek lássunk, akiknek élő vizek folyamai ömlenek a belsejéből, Uram. És köszönöm ezt a mai alkalmat. Köszönöm neked, Uram, a tanítást, a dicsőítést, Uram. És köszönöm neked mindenekelőtt azt, hogy te itt voltál közöttünk. Amen. Nagyon köszönjük, hogy eljöttetek ma. Isten áldjon titeket. A Parachute-ben még itt lesz pár percig, az előtérben megtaláljátok, ott lesznek CD-k is, és tényleg mindenkit nagyon szeretettel várunk holnap reggel a bemerítésre Vajtán, úgyhogy akinek van ideje, nézzen le. Isten áldjon titeket!